Havai, hawaii, hawaii volt egy gyerek uh, szív konferencia, És ott is átnézte 116 orvos, és mindenki azt mondta, hogy biztos, hogy nem nyúlunk hozzá, tehát nem. Egyetlen egy orvos volt, egy Henley nevű sebész, meg nem mondom, Stanfordban talán ott praktizált, és ő azt mondta, hogy ő elvállalja, tíz ilyen műtétet csinált az élete során, a Luce lenne a 11. -dik. Hát akkor nagyon örültem, hogy ott és van. Ezek a... Milyen eredménye az Ezek sikeresek voltak. Sikeres. Igen. Az mondjuk egy biztató statisztika. Igen, és hát akkor láttam a fényt az alagút végén, hogy de jó, és, Nem. és akkor megjött a Stanley-től egy papír, hogy 1,1 millió dollárt kérnek a műtétért. Köszöntjük kedves nézőinket és hallgatóinkat itt a Budapesti Zsaruk podcast adásában. Most szombaton, 26-án a Szív Bajnokai Alapítványa és a rendőrség közösen szervezett egy programot itt a Teve utcai épületben, ahol is szívbeteg gyerekek jönnek majd. Erről egy picit részletesebben fogunk beszélni. A műsor, vagyis hát a rendezvénynek a házigazdája, az a velem szemben ülő kolléganőmnek a kislánya lesz, Luca. A mai vendégem pedig uh, Király Sári Diana rendőr uh, őrnagy, a rendőr rendőrkapitányság egyik alosztályvezetője. Diá, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a, uh, a meghívásunkat. Hát most azért úgy nagyjából már tudják, hogy miről fogunk beszélni, és azt is el fogod nekünk mondani, hogy miért pont a te uh, lányod ennek a műsornak a házigazdája, a műsorvezetője. Viszont azért miért egy picit Lucáról és a ti történetekről beszélünk, szeretném, hogy egy picit azért megismernének téged a nézők és a hallgatók. Így hát, hogyha elmondanád, hogy most mit is csinál valójában Csepelen egy alusztályvezető, akkor azzal nagyban segítenél. Igen, 2010 óta dolgozom Csepelen, rendészeten. 2013 óta, előtt a hivatalban voltam, és a rendészeti osztályvezetőnek vagyok a helyettese és az őr és kísérőszolgálati alosztálynak vagyok a vezetője, ami nincs. Tehát igazából össze van vonva járőrszolgálattal. Az én feladatom és a szívem csücske az, az önkormányzati járőrszolgálat, ami buldog néven fut, 110 külsőssel és saját állományjal egy ilyen önkormányzati kivonulós járőrszolgálat, aminek én vagyok a szülőanyja, illetve a parancsnoka és helyettesítem az osztályvezető urat, tehát igazából ez a feladatom, csepelem. Most itt, hogy mondtad, a szíve csücske, mert én is érintett vagyok ebben, ez gyakorlatilag ugye arról szól, hogy a polgármester úr ugye szeretné, hogy csepel közbiztonsága az kimagasló legyen, és ugye ezért ugye a rendőrség segítségét kéri, Igen. és ugye minél több rendőrt von csepelre, hogy a közbiztonság ugye sokkal, sokkal jobb legyen. Igen, 12 órás szolgálatokat láttok el, vagy látunk el az utcán, nincsen kamerafigyelés, csak kizárólag kint közterületi járőrszolgálat túlórából, tehát túlszolgálatból, és valóban ezt a 21. kerület önkormányzat finanszírozza. Beszéljünk akkor egy, hát nem mondanám, hogy picit, mert hogy azt gondolom, hogy elég nagy út van mögöttetek a, a, a lányoddal. Hogy is indult ez az egész? Mikor született Luca? 2009. május 31-én született, pünkös vasárnap, 60-i kórházban, 8 óra 6 perckor született, és ö, semmi probléma nem volt vele az első két napon. A második napon volt furcsa, mert nem hozták le ö, hozzám a szobába. Azt mondták, hogy hallanak nála egy szívzörejt, és ö, fölvitték a gyerekosztályra meghallgatni egy kardiológus által a szívét, és azt mondták, hogy hallanak még egy zörejt, de ne ijedjek meg, mert minden harmadik gyereknél van ilyen zörej, ez ilyen elővigyázatosság. Ö, én akkor már valamit éreztem anyaként, mert a Luca édesapjának a huga, ő meghalt egy hasonló betegségbe, szinte ugyanilyen betegségben, mint ami a Lucának van, és én nagyon féltem, hogy ez örökletes lett. Aztán sajnos igazam is lett, ötnapos volt, amikor elmentünk a pár gyerekkórházba. Ott azt mondták, hogy nem kell megijedni, van a gyereknek egy tüdőbillentyű szűkülete, és emiatt majd iskolás kora előtt lesznek egy katéteres vizsgálat, amivel megtágítják ezt a részt a szívben, és minden nagyon jó lesz. De én ebben nem annyira nyugodtam bele, valahogy éreztem, hogy ennek a gyereknek nem ez a baja, és eljutottunk a kardiológiai intézetbe, ahol Magyarország legjobb kardiológusához kerültünk, meg említhetem, gondolom dr. Ablonci Lászlónak hívják, és ő kezeli, illetve kezelőorvos a Lucának azóta megvizsgálta, akkor a kislány öt hetes volt, és mondta, hogy van egy jó híre, meg egy rossz. A jó hír az, hogy semmi baja nincsen a gyerek billentyűjének, viszont van egy óriási érszűkület a tüdő és a szív között mind a két ágom, és ráadásul a gyereknek az egész pulmonális érhálózata alul fejlett. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a rögtön meg is katéterezte a lucát egy néhány nappal rá, azt mondta, hogy szeretne pontos képet kapni, ne aggodalmaskodjunk, hogy hát ha nincsen, akkor a baj. Aztán ott kiderült, hogy még nagyobb a baj, mint amit ő ultrahangon látott, és a normál szívnyomás, talán így, így érthető ez a dolog, az 20 igany milliméter ezekben az ágakban. A lucánk 170 volt ez a, ez a szívnyomás, ami azt jelentette, hogy egy 8-szoros erővel kellett neki átpumpálnia a vért ezeken az érszakaszokon, hogy eljusson a, igazából a szervezetébe mindenhova. Ettől ő neki uh, nyilván lett egy hipopláziás, egy alulfejlett érhálózata, két milliméteres erekkel, tehát nagyon-nagyon picike erek voltak, és azt mondta nekem, akkor sosem fogom elfelejteni a, a folyosón, hogy ha nincs beavatkozás, akkor ez a gyerek egészen biztosan meg fog halni. És próbáltak mindenbe segíteni, ültettek be először neki szeptemberben, volt három hónapos kettő sztentet, az ilyen értágító gyűrűt, majd egy év múlva még egyet a még egy harmadikat. De sajnos ezek a szentek, ezek nem érték el azt, amit szerettek volna vele, tehát nem sikerült így a, így a, véráramot kicsit jobban átereszteni, sőt, bele is épültek az érfalba. Az volt az érdekes egyébként, hogy Luca semmiféle tünetet nem mutatott, tehát a Luca nem volt cianotikus, nem lilult a szája. Egyetlen egy nagyon szépen evett, nagyon szépen fejlődött. Egyetlen egy dolog volt, ami, ami azt megerősítette, hogy ő vele probléma van, hogy nagyon hamar izzadt. Tehát, hogy például elmentünk egy 4-5 órás autóútra, az három pólócsere. Tehát ott valóban így látszódott rajta. De nagyon egy éves korában beszélt, 8 hónapos korra után, 9, 9 hónaposan elindult, tehát hogy ő végtelen ellentmondás volt az egész betegsége az ő fejlődéséhez. Aztán teltek -e az évek, nem nyúltak hozzá, mert mivel hétszeres erővel ment a, a szíve, dolgozott a szíve, ezért nagyon féltek attól, hogyha a, ennél a motoros szívműtétnél leállítják, az soha többet nem fog újraindulni. Tehát ez volt itt a félelem és akkor hát én nyilván mindenfele kapálóztam, tehát mondtam, hogy, hogy, valamit találjunk ki, mert, már ez nem történhet meg, hogy itt, itt valami nem, 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 alakul. És akkor a Lucának van a dr. Kolman Tíme, az ő gyerekorvosa, és ő segítségével a Lucának a, az iratanyaga, dokumentációja angol nyelven kikerült egy euh, havai, havajon volt egy gyerek euh, szívkonferencia. És ott is átnézte 116 orvos, és mindenki azt mondta, hogy biztos, hogy nem nyúlunk hozzá, tehát nem. Egyetlen egy orvos volt, egy Henley nevű sebész, meg nem mondom, Stanfordba talán ott praktizált, és ő azt mondta, hogy ő elvállalja. Tíz ilyen műtétet csinált az élete során, Luce lenne a 11 -dik. hát akkor nagyon örültem, hogy ott és van ezek a... milyen eredménye zárultak? Ez sikeresek voltak. Sikeres. Igen. Az mondjuk egy biztató statisztika. Igen, és hát akkor láttam a fényt az alagút végén, hogy de jó, ne, és ne. és akkor megjött a Stanley-től egy papír, hogy 1,1 millió dollárt kérnek a műtétért. Az körülbelül akkor olyan 240 ez, 240 millió forintra rúgott, ebben semmi nem volt benne más költség, csak a gyereknek a műtétje és a tíznapos or kórházi tartózkodás. Tehát se egy vérvétel, egy CT, az, hogy hogy jutunk ki, hogy én hogy jutok ki, hogy, tehát az még egy másik 200 millió lett volna legalább ö, mellé, és nem tudjuk, hogy hogy ö, mennyi ideig kellett volna ott kint maradni. Akkor elkezdtünk gyűjteni, volt... Ö, egy alapítvány, ami, ami Lucának így gyűjtött, volt Luca Kupa érte a rendőrségen, nagyon sok kapitányság, meg a, meg a NAV, nagyon sokan beálltak emi a, a közleményezés mögé, a dr. Fülöp-Palter tábornok volt ennek a megálmodója, és ott is a nevezési díjat megkaptuk. Akkor nekem a a Pápába focizott, akkor volt Kapus a pápa egy, egy meccs bevételét megkaptuk, punk koncertek voltak érte, tehát hogy igazából az egész ország összefogott. Cseppeli önkormányzat, a rendőrség, tehát hogy mindenki, mindenki segíteni próbált, a töredéke jött össze, tehát most meg nem mondom, hogy 5 millió forint talán. Hát az még nagyon szép. És nagyon nem tudtuk, hogy mi legyen. Akkor volt olyan, hogy felhívtak az egészségügyi minisztériumból, hogy hívjon fel már a kórházat kint, hogy húzzanak egy nullát le a Számla végéről, mert hogy ez a költségvetésnek egy nagyon nagy részét kitenni ez az összeg, és hogy ezt nem tudják finanszírozni. Hát én ott, ott azt hittem, hogy végig a világnak, hogy ez nem történhet meg. És akkor isteni segítségre hazajött Németországból egy csodálatos ember, hogy úgy hívják, hogy Dr. Prodán Zsolt, és ő azt mondta, hogy ő megműti a kislányomat és akkor nagyon féltünk, mert kaptunk olyan jelzéseket is, hogy ne engedjük megműteni, mert csak meggyorsítjuk ugye, a betegségnek a lefolyását, meg, meg mindent. Na jó, de bocsánat, hogy szabadulágok, tehát most ugye itt gyakorlatilag ugye kaptatok egy lehetőséget, de ugyanakkor meg nagyon sok ember azt mondta, többek között ugye orvosok is, mert ugye nagyon sokan átnézték az ő orvosi papírjait, és ugye sokan azt mondták, hogy hát nem mennek hozzányúlni ezt egy szülő. Ilyenkor mi, mi, mi volt benned, bennetek, hogy, hogy akkor most mit lépjetek? Hát ez nagyon-nagyon nehéz volt, mert, mert ahogy mondod, hogy, hogy volt egy... úgy nem értesz hozzá, ugye? Van, tehát, hogy volt az egyik serpenyőbe az, hogy, hogy, ne engedjem hozzá, de úgy egészen biztosan meghalt volna. Tehát beavatkozás nélkül én úgy gondolom, nem tudom, mert nem, nem tudom, hogy mi lett volna, de valószínűsíthető az, hogy olyan rossz volt a prognózisa, hogy elveszítettük volna. Hát és akkor az észszerűség az. És ott volt a másik lehetőség, hogy lehet, hogy ez a műtét sem fog sikerülni. Nekem Prodán doktor azt mondta akkor, hogy ez az, ez az esélye a Lucának. Nagyon-nagyon kicsi százalékkal ö, mentőbe a műtőbe. Én rettenetesen féltem. Ez mit jelent? Nagyon kicsi százalékkal? Hát tíz. Hát ez tényleg kicsi. Tíz. És én kérdeztem a doktor urat. Ezt ő egyébként mondta? Igen. Lehet, hogy nem jól emlékszem, mert én 11 év elteltével már nagyon-nagyon sok mindenre rosszabbul emlékszem, mint ahogy volt, vagy másként emlékszem, inkább úgy mondom, de az a félelem, meg az a stressz, amiben akkor mi éltünk, és, és befolyásolt az egész életünket, az, az, az nem is csodálom, hogy ezeket így elhalványítottam. Tehát akkor most eljutottunk odáig, hogy nyílt egy lehetőség arra, hogy Lucát megműtsék. Az ideig vezető úton, ugye azt mondtad, hogy nagyon sok támogatást kaptatok, gondolom ebben azért nyilván volt lelki támogatás is, valamennyi anyagi is, ugye, ahogy azt elmondtad. Luca, hogy érezte magát ebben az időszakban, amíg, tehát ő, illetve még egy kicsit visszamennék, hogy, hogy ő mikor tudta azt, hogy ő neki van egy ilyen betegsége? Mikor fogta ezt ő föl, nagyjából? Szerintem Szerintem olyan óvodáskora körül, amikor azért már kellett egy picit őt visszafogni a mozgásba. Tehát, hogy nem megérezte azt, hogy ő nem tud úgy szaladni, mint a többiek. Ő nem, nem vitték el például óvodai kirándulásra, vagy ha elvitték a baba kocsiba. Mert nem vállalták azt, Így van. hogy esetleg valami baj legyen? Így van. Hát mondjuk ez Így van. valahol a másik oldalról is egyérthető döntés. Nagyon, nagyon aranyos volt, mert Azot, én azóta elveszítettem az apukámat, aki, aki a, az egyik legfőbb támaszom volt a Lucával kapcsolatosan is, és őnek, ő, mind, ő milyen kövekkel foglalkozott, és van, van egy jáde nevük, ő, ami gyógyít. És akkor mindig azt simogatta luca, hogy jáde, jáde, gyógyíts meg engem. Mindig, mindig ott volt a zsebébe nagyon sokszor mondta, hogy anya elfájadtam, szóval még ugye nem annyira tudott beszélni, és akkor így... Szülőként hogy, ezt hogy, hogy, tudod ezeket feldolgozni? Nagyon nehéz volt, borzasztó nehéz volt, és hát nyilván felemeltem, leültem vele, fölvittem a lépcsőn, nem nagyon lépcsőzött, de ez már, ez már igazából olyan, három éves kora után kezdődött, tehát akkor már látszottak rajta a szűkületnek a jelei, akkor már többször hányt, akkor már azért látszódott rajta, hogy akkor volt neki egy katéter, amikor deszaturált például a katéter alatt, tehát ott mondta a doktor úr, hogy ott le is állította az egészet, mert annyira lement a szaturációja, hogy nem merte tovább, hogy tovább vizsgálni. Hát az, hogy ezeket már látszottak ott három évesen, tehát ott nem volt más út, csak a műtét ő ettől kevesebbnek érezte magát egyébként, mert azt nagyon jól tudjuk, hogy a gyerekeknél, hogyha valaki egy kicsit úgymond másabb, akár betegsége van, vagy, vagy nem, úgy, vagy nem ugyanolyan telefonja van, vagy nem ugyanolyan cipője, mint a többieknek, akkor nyilván már ugye kiközösítik. Inkább az iskolába. Tehát az már az a kiközösítés, meg ez a, ez a kevesebbnek érezte magát, hogy fogalmaztál, ez ott kezdődött olyan 7 éves korak körül nagyjából. Hogy tudtál neki segíteni? Hát a buldog vérem kijött, az anya Tigris. Én mentem minden, tehát hogyha őt, őt sérelem érte, igazságtalanul bántották, én mindig ott álltam mögötte, az iskolába bementem. Volt olyan az iskolába, hogy, hogy csúfolták, hogy, hogy a beteg gyerekek álljanak sor végére, meg ne fog meg a kezemet a szívbeteg baciddal, és ezt, ezt végtelenül nehéz volt. Akkor volt, megjelent róla, nagyon sok cikk megjelent róla, és bevitte az újságot megmutassa, hogy ő, hogy ő benne van az újságban, és akkor azt mondták neki, hogy ez nem kocsma, nem kávéház raktál az újságot, szóval őt nagyon-nagyon sok bántás érte. Nagyon sokszor jártunk pszichológusnál, és igazából ami nagyon jót tett neki, az a kardiológiai intézetnek a, a szívbeteg tábora júniusban. Már ott találkozott sorstársakkal, és azt is azt is megélhette, hogy amellett, hogy nem ő az egyetlen, hogy mindenkinek van melkasán egy 15 centisebb, és, és olyan dolgokat kipróbálhatott, amit, amit esetleg én nem is biztos, hogy engedtem volna neki anyaként, illetve hogy ott rendkívül nagy támogatást kapott az orvosoktól, az ápolóktól, a kísérőktől, a segítőktől, a többi gyerektől és ez nagyon-nagyon nagy erőt adott neki. Macságrendileg egyébként az tudod, hogy mennyi szívbeteg gyerek lehet? Vagy mondjuk... Hát én úgy tudom, hogy olyan százezeres, tehát hogy minden tizedik szülés. Nyilván ez változik súlyosságtól függően, tehát és nem, nem le nézve, mert minden, egy picike betegség is a legnagyobb egy anyának vagy egy családnak, a lyukas szívtől elkezdve a, a, a tetralógiáig nagyon-nagyon sok, sokféle betegség van. Ez a pulmonális érszűkület, ez viszonylag ritka, ami, ami Lucának van. Kifogtátok úgymond a Ez egy olyan kardalát. betegség, ami öröklött, és a lányokon kijön, a fiúk hordozzák, tehát a Luca a testvére fiú, ő, neki is van, de nincs század ennyi problémája, meg ilyen, ilyen betegsége, mint neki. Most menjünk oda, mert ugye eljött akkor a, a műtét napja, amire azt mondtad, hogy nagyságrendek 10%-esét mondtak, hogy, hogy sikeres, sikeres lesz. Hogy ő, indultatok neki? Mondjuk elsősorban arra vagyok kíváncsi, hogy Luca, hogy indult neki. Nem tudta. Nem tudta? Nem tudta. Ő, ő többször katéterezték, tehát azt már tudta, hogy ez egy három nap, de van egy kiadvány a KardiLog intézetnek, és azt nézegettük, olvasgattuk, az ilyen műtétre felkészítő, de igazából azt, hogy ő neki most milyen nagy műtétje lesz, azt ő nem tudta. Ö, Hány éves korában műtötték meg? Három és fél. Három és fél. Három és fél. Hát majdnem négy, mert ő májusi, és ez március hatodikán volt. Ez az úgy indult, hogy bementünk a kardiológ intézetbe februárba, egy ilyen előzetes megbeszélésre, ahol megállapodtunk, hogy, hogy nincs a gyereknek más esélye. És akkor doktor úr én kérdeztem, hogy ugye nekem mindig az volt a félelmem, mint amit mondtak is, hogy nem fog újraindulni a szíve, és mondta, hogy az elfoglalkozok, az az ő dolga, mert azt ő megoldja. És még egy dolgot, két dolgot mondott, az egyik az az volt, hogy ha baj lesz, akkor a Luca apukáját fogja hívni, hogyha nem lesz baj, akkor engem a műtét után. Illetve, hogy, hogy egy olyan 7-8 hét lesz körülbelül ez amit bent lesz a Luca a kórházba. Tehát ez ilyen lassú landolásnak nevezte doktor úr. És akkor eljött a március 6-a, akkor kivették az apja kezéből a műtő előtt, az egy borzasztó volt, és akkor egy hat és fél órás várakozás. Hát ott, hát ott őszhajszálak levettem róla, volt egy ilyen kis rózsaszín zoknia, meg egy barátomtól kaptam egy ilyen, rózsakvarcból egy nyakláncot, ami egy angyal volt, és akkor az volt végig a kezembe, ott lenne a földszinten, és néztem a műtő, elé, föl, hogy, műtő felé, fölfele, hogy, hogy, meddig tart még. És már borzasztó hosszú volt, egy egyszerűen nem, nem volt, nem tudtam már mit csinálni, és lehet ezért most megköveznek, de én akkor üzentem a kislányomnak lentről, hogy hogyha úgy érzi, hogy, hogy ő nem fog tudni olyan életet élni, mint, mint egy normális gyerek, akkor, akkor, akkor menjen el. És akkor majd valahogy feldolgozom ezt, vagy, vagy, belehalok ugyanúgy, mint ő. És abban a pillanatban, ahogy ez így, ez a gondolat, ez így megszületett a fejembe, sőt, előtte még a doktor úrnak is mondtam, hogy ha úgy érzi, hogy a műtét alatt valami történik, akkor ne mentse meg, mert ez a gyerek, ez nem arra született, hogy, ágyban töltse az életét, ő, egy, ő maga az élet, tehát hogy ő, hm. ő nem, er, nem arra született, és akkor azt mondta nekem a doktor úr, hogy ő még ilyen intelligens szülővel nem találkozott. És mondtam, hogy ez nem intelligencia, én úgy gondolom, hogy... Jobban szereted a gyerekedet, mint magad. Így van. És akkor ebben a pillanatban megszólalt a telefon, a a, nem a férjemnek, hanem a, az apukájának, és, és azt mondta, hogy na, kész vagyunk, tessék megnyugodni, és följönni az ötödikre. Minden jól sikerült. És akkor fölmentünk, nem mehettünk be hozzá, csak egy ilyen kis üveg, keresztül, ilyen kamerán keresztül nézhettük meg, hát mindenhonnan csőlógott, meg minden, de mondta, hogy nem kellett leállítani a szívette, dobogó szívvel műtötte, csak fagyasztotta. Akkor előző nap mondta nekem a büfénél, hogy hozott el az idegklinikáról ilyen apró csipeszeket, mert az én gyerekemnek olyan kicsik az erei, hogy csak az idegcsipeszek jók hozzá. Szóval, hogy ilyeneket így megbeszéltünk, és akkor így rám nézett, és mondta, hogy hát maga vaszarul néz ki, magát is megműtöm, hogy olyan szép legyen, mint a lánya. Mondom neki, hogy jó, ezzel nem kell foglalkozni. De meg ő ne Igen, mondom, nem kívánom senkinek ezt az elmúlt öt évet, vagy négy évet, és akkor és akkor ez volt szerdán, és akkor pénteken már levitték az intenzívről. Kivették az összes csövet, mondták, hogy tök jók a vérgázt, meg mindenféle értékei. Akkor így tartotta a fejét, egy hétig már nem volt benne cső, de még mindig így tartotta a fejét. És akkor ott voltunk három napot, ez ilyen harmadik emelet a kardiológia intézetben, egy ilyen köztes osztály, tehát nem is a. Gyerekosztály, de nem is az intenzív, mert tehát ez ilyen katéter után szokták oda vinni a gyerekeket. Ott voltunk három napot, és hétfőn meg teljesen lekerült a gyerekosztályra, és 13 nap alatt otthon voltunk. Hát akkor azért ez a 6-7, hat, hat, mm -hmm. azt hát mondtad? 6-8-7 hát az az azért ez egy elég. Nem is volt olyan lassú Nem? történet. Nem. Tehát nyilván ott vigyáztunk mindenre, rá, főleg ott én ott fújkáltam mindent, meg fertőtlenítettem hogy el ne kapjon valami szepszist, vagy akármit, de igen. Mi volt otthon, mikor hazamentetek? Mennyi változott a, az életetek? Nyilván változott. Hát ott március közepén mentünk haza, valahogy így 15-e utáni hétfőn, március 15 után, az ünnepnap volt, nyilván, és májusban már ő ment a vodába. Az igen. Májusban már ő ment óvodába, kapott egy csomóféle gyógyszert. Egy rosszabb lábtöréssel többet vannak otthon. <laughs> Igen. És azt mondja, hogy ő nem veszi be a gyógyszert, full eperíze volt, és utálta. Nem vette be az aspirint, ami egy keserű botrány, azt összerágta. Tehát, hogy, hogy ez ezzel küzdöttünk, ezzel a gyógyszerbevételen, meg a kötéscserét utálta, de egyébként csodálatos volt az, az már, hogy otthon voltunk, és és ő. És, és, evett, volt, játszott. Kontrollra jártunk nyilván hetente, aztán két hetente, aztán még ritkábban. És akkor utána már ment óvodába, és euh, még utána volt egy következő évben egy katéter. Mert azt mondta a doktor úr, hogy meg szeretné nézni belül, hogy mit csinált. <laughs> és akkor, akkor volt még egy öt évesen egy katétere. És mondtak az öt évesnél? Hogy jó. Hogy, hogy jó is jó? Hát annyi van, hogy a hogy az egyik ág, nála szűkület, az már bent van a tüdőbe. Tehát azt már ő neki nem értékel a bészeti úton. Igazából a, mind a két ág meg lett plastikázva, ezeket a stenteket, amikben voltak, azt próbáltak kiszedni csipesszel, de aztán az nem sikerült annyira, úgyhogy ott még egy olyan 20%-át tudta kiszedni, és azért szedett aspirint sokáig, egészen tavalyig aspirint, hogy ne tapadjon bele, meg ne legyen neki ez a, a, hogy a vérrögök, vagy hogy miért ez így rátapadnak erre a fémre. Aztán azt is elhagytuk. És tegnap-tavaly tegnap csináltak egy ilyen terheléses vizsgálatot nál a biciklivel. Ö, engedték, hogy boxoljon, Úgyhogy ö, jól van. Hát, hogy nyilván mindig, mindig a fülemben cseng egy mondat, amit egy orvos mondott nekem, egy sebész orvos, nem aki műtötte, hanem egy másik, hogy éljünk úgy, hogy minden nap ajándék. Na, ezt akartam még kérdezni, hogy tehát ugye, hogy megműtötték, minden, most még utólag is ugye kiderült a műtét után, hogy, hogy minden jól sikerült, stb ő így egyébként most itt teljes értékű életet tud élni? Tehát, vagy ő ér, úgy értem, tehát, hogy, hogy érez a mindennapi jövőt, hogy hát nem tudok mondjuk két kilométert lefutni, hanem csak egy kicsit kevesebbet, vagy, vagy van neki ilyen? Igen, igen. A testnevelésből ilyen részleges felmentése van, a futás és az, az intenzív ugrálás, ami, ami neki tiltott, de nem nagyon érdekli. Tehát az a baj, hogy ő olyan akar lenni, mint a többiek. Ez ugyanolyan, mint hogy nem ugyanolyan, csak hasonló a szitu, mint hogy valakinek nincsen keze, és az biztos, hogy festő akar lenni. Na, ő ugyanígy nem tornázhat intenzíven. Nyilván ő sportoló szeretne lenni, tehát nagyon nehéz neki ezt megmagyarázni, és akkor mindig mondja, hogy de miért én születtem betegem, meg, meg miért én nekem kellett ezt megélni. Nem tudok rá neki válaszolni értelmesen, nem megmondom őszintén próbálom neki a, a, másik oldalt egy kicsit ellensúlyozni. Tehát, hogy járthatott fitkidre, fitkidezett pici korába, finoman. Tehát mondjuk úgy, hogy az valaki öt kört futott a luca egyet, akkor mit tudom én, 36 ugráltak, akkor a luca tizet. Tehát, hogy volt olyan edző, aki ezt figyelembe vette, és volt olyan tornatanár, aki nem vette figyelembe. Egyébként, aki megműtötte a, a Lucátorvos ezt, ezt nem ő mondta, hogy minden nap egy olyan. Nem, elnék. nem. Ő egyébként mit mondott? Tehát ezt te megbeszélted vele, amit te így kaptál, hogy mi örüljünk minden egyes napnak? Igen. És neki mi volt a véleménye? Az, hogy az én gyerekem egészséges. Ez jó. Egészséges lett. Egészséges lett, de tudom, hogy nem így van, <laughs> mert mert ha egészségesen, akkor nem kellene kontrollra járni, nem kéne őt óvni, ha tornázhatna. Tehát én tudom, hogy, hogy, hogy ez, 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 nálunk nem fog ámulni. Tehát ez nem olyan, mint egy nátha, vagy nem olyan, mint egy poratka allergia. Tehát én tudom, hogy ez, ez öt el fogja kísérni élete végéig. És azt nehéz kérdés, de hogy, de hogy azt így mondták, hogy hát azzal azért számolni kell, hogy esetleg ő csak 50 évet tud élni, vagy akár ugyanúgy megélhet 90-100 évet is. Sosem mondták ezt, sose. Ezt nem, nem tudják akkor azok szerint. Nem. az a szerencsénk talán, hogy, hogy, mint említettem, az ő nagynénye meghalt ebbe a betegségbe, 20 évvel ezelőtt, de lehet, hogy több, sőt, biztos, hogy több, mert akkor Marietta 16 éves volt, hogy annyit fejlődött az orvostudománynak ez a, az ága, hogy amikor a Lucának az első katétere volt, akkor azért nem lehetett rögtön, rögtön, megsztentelni, mert meg kellett rendelni a stenteket kintről. Ez is nagyon sokat fejlődött. A, a szívsebészet is, az, hogy most már olyan, olyan dolgokat csinálnak katéteres beavatkozással, amit tíz éve képzelni nem tudtunk. Tehát én abban bízom, hogy, hogyha lesz is még szükségbe, vagy szükség lesz még beavatkozásra, akkor, akkor már sokkal nagyobb eséllyel indul ő ennek neki. És ő most hogy érzi magát? Ő? Ő nagyon jól érzi magát, hál' Istennek. Ebben a szívbeteg távolban megismerte a szerelmet, úgyhogy ő most négy hónapja nagyon szerelmes egy szintén szívbeteg fiúba. Mennyi idős most, Luca? 16 éves lesz. És és ugyanolyanok. Tehát ugyanolyan, ugyanaz a sebész műtötte azt a fiút is, akivel ő most jár, mint Lucát, ugyanolyan a mákasuk. Minden, tehát rendkívül hasonlóak, és ami nagyon jó, hogy, hogy ez a fiú figyel rá. Tehát most is mondta, hogy panaszkodott -e nekem Luca, hogy most egy kicsit fáradékonyabb? Hát mondom, nekem nem panaszkodott, és akkor mondta, hogy hát neki mondta, hogy nem tud úgy futni, hát mondom, nem is futhat. Tehát, hogy igazából tényleg ez jó, hogy így, így figyel rá, mert, mert sokkal közelebb engedi nyilván ezt a fiút magához, mint engem. Most már 16 évesen meg pláne. Úgyhogy pénteken megyünk kontrollra, ez az éves kontroll pénteken lesz, én ilyenkor mindig nagyon félek, hogy mi lesz? Hát, nem csodálom. De majd meglátjuk. És akkor péntek után pedig jön a szombat. Igen. Ahol ugye a Luca lesz a műsorvezető, most már akkor így értik a nézők és a hallgatók is, hogy miért pont ő lesz egyébként ennek a műsorvezetője. Várja már egyébként? Nagyon, nagyon. Érdekes, mondom, hogy ő, ő nem nagyon szeretett ezeken a, rész, a rendezvényen részt venni, mert hogy ő nem szívbeteg, tehát ő neki nincs betegségtudata, de ezt nagyon várja valamiért nem tudom, hogy mi az oka, a fogalma nincs, hogy mi lesz, szerintem, tehát, hogy így nagyon nem tudja, hogy mi fog történni, de igen, várja. Lusza most már azért ugye 16 éves, tehát azt kell mondjuk, hogy pályaválasztás előtt van, Jócskán, mik a tervei az életben? Tavaly írta a központit, felvételit, ugye nyolcadikba, és akkor szembesültünk egy újabb nehézséggel nyilván, hogy a betegsége miatt nagyon sok helyre nem nyerhet felvétel. Tehát nem lehet fodrász, kozmetikus, cukrász, szakács, ezek rendőr, katona, tehát ezek ugye kizáró pályák, szakmák neki. És akkor halásztelek jött a képbe, ez a Bocskai István református intézmény, ahol van dráma tagozat, amit ő 16 éve kiválóan gyakorol egyébként, és uh, nagyszerű színésznő. Rendkívül jól énekel, tehát nagyon-nagyon szép hangja van, és, uh, és nagyon csinos, tehát uh, valóban tényleg nagyon csinos, most így elfogul, elfogulatlanul mondom, de tényleg csinos. És uh, oda nyert felvételt, nyelvi előkészítős uh, gimnáziumi osztályba, Angolt, németet tanul csak most első, vagy a nulladik évben, illetve a drámát uh, tanulja fakultációként, és uh, ez, a, ez az irány. Tehát ő nagyon szeretne a színészetben dolgozni. És a másik pedig a nyelvek, mert uh, ő neki a sok műtét miatt ez a diszkalkulia, ADHD-esené minden is van, viszont a nyelvekben nagyon jó. Tehát most uh, épp középfokú nyelvvizsgára készül lassan, a második fél évben ezt abszolválni is fogja. És a dráma az az irány, ami, ami neki a betegsége miatt is, meg, meg az egész habitusa, az egész személyisége miatt szerintem jó lesz, és ő is szereti. Hát azért azt gondolom, hogy ha ő ezt a fejében elhatározta, és akinek ennyi ereje van, és ennyi mindent túlél, biztos vagyok benne, hogy ezt is sikereket fog elérni. Hát nagyon remélem. És egyébként Luca, és az orvos, vagy akár aki megműtötte, vagy akár te és az orvos így a vizsgálatokon felül tartjátok a kapcsolatot? Igen, mivel ő ugye sebész, ő nem vizsgálja a lucát, hanem ugye a kardio kardiológus a főnök, mit szokta ő mondani, viszont egyik nap, tehát két éve körülbelül tolom a tesco a kocsit, és csörög a telefonom, prodán, prodán doktorám, na most vagy véletlenül félrenyomott, vagy vagy gyorsan hajtott, <laughs> nem semmilyen, <laughs> de nagyon-nagyon sinem. De mit azt tudjuk, azt nem lehet elintézni. Nem, persze. És akkor szokott ilyen szakmailag keresni engem, hogy hol állhat meg, meg hol nem állhat meg, tehát, hogy ilyen szakmai kérdései szoktak lenni, de öm, fölhívott, és mondja, hogy képzeljem el, hogy a második kerületbe valami érdemrendet fog kapni, nem tudom milyen érdemrendet, a munkásságáért, és hogy kéne neki egy gyerek, akit megcsinált, és jó lett. És akkor hát mondom neki, hogy értem, doktor úr, mert ez elég fura hangzik, de mit szeretne? És akkor mondja, hogy hát ő a lucára gondolt, mert hogy életében ez az első olyan műtét volt, amit soha nem csinált előtte, és hogy ez végül is sikertörténet lett ez a, ez a műtét, és fognak jönni csinálni videót, meg lucáról is képanyagot, meg, és akkor mesélj el már a történetét, hogy mi volt és akkor én is beszéltem, a Luca is beszélt a doktor úrról, meg a kardiológus, a Blonci doktor is beszélt. Egy ilyen 15 kis, 20 perces kis rövid filmet csináltak az ő életéről. És akkor a második kerületben egy valami művelődési házba adták át ezt, és akkor ott találkoztunk a doktorul, és mondta neki, hogy Luca, olyan boldog vagyok, hogy együtt lettünk híresek. <laughs> <laughs> Nem hogy ez tök jó. Bárcsak ne így kellett volna ennek megtörténni. Igen. De Lejátszották ezt a filmet, és akkor mindenki sírt, eh, ott az előadóteremben, és, eh, és akkor összerakták ezt a történetet igazából, eh, de én nagyon-nagyon sokat köszönhetek, eh, nagyon sok embernek, eh, a sebészen, és a kardiológusán, és a jóisten kívül, és... Eh, és azóta is jóba vagyunk, igen, a doktor úrral, mert, mert nagyon sokat kérdez Luca felől messengeren, vagy, vagy most a múltkor elhagyta az iratait például, és akkor rögtön megosztotta, hogy meglegyenek a gyerek iratai, szóval figyel rá mai napig, hál' Istennek. Hát ilyen orvosokból kell, hogy legyen sok azt Pedig érdekes, mert azt mondták, hogy egy szülőnek nem kell mindent tudni a gyerek állapotáról. Hát nyilván a Google-ban minden benne van. <laughs> Úgyhogy érdekes volt, amikor ezt mondták, mert, mert ez szeretem, szeretem, tudni, hogy, hogy mi fog történni, vagy mi miért van. És ő azt mondta nekem, hogy, hogy nyugodjak meg ő bármikor felnyitja a gyereket, hogyha még egyszer szükséges. És akkor hogy hát annyira nem Ez Nem egy megnyugtató, nem? <laughs> hogy inkább, inkább nézzék évente és ne legyen ilyen. De felab. értjük a mögöttes tartalmát, tehát csak egy kicsit ez olyan furán hangzik. Igen. Hát ja, én szememben egy, te is, de hát nyilván Luca meg aztán főleg egy hatalmas nagy hős, és hát akkor bízunk benne, hogy a kötelező vizsgátokon kívül semmi mást nem fog kelleni. Abszolválni, mert, mert az nyilván sosem egyszerű, és nem is biztos, hogy jó. Legyen de hát egy. akkor ez nyilván azért most már valamelyest könnyebb, mint ahogy ez az egész indult, és bízunk benne, hogy még ha nem is tud 5 kilométert futni a társaival a utca, hanem csak mondjuk egyet, de még legalább vagy 80 évet élni fog. Hát Reméljük. Köszönöm szépen, hogy elmesélted a történeteteket. Köszönöm. És hát akkor a, a Facebookon majd Természetesen be fogunk számolni a szombati rendezvényről, ott majd látni fogunk képet Lucáról is, ahogy itt konferálja az eseményeket, és akkor meg hát gondolom, hogy te is ott leszel. Úgyhogy köszönöm szépen. Én is köszönöm. A nézőknek és hallgatóknak is köszönjük, hogy figyelemmel kísértek bennünket. Jövő héten ismételten találkozhatnak velünk.